Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Fehérgyarmaton is. Az ünnepi ökumenikus istentisztelet után a beregszászi főiskola történésze elmondta, a KGB dokumentumai alapján is bizonyítható az a tény, hogy a magyar nép vérbefolytásáért a szovjet támadás az Ungvár-Munkács-tengely vonalon rendezkedett be. A történész hozzátette, számos irat szerint kárpátaljai szovjet börtönökbe deportáltak magyar forradalmárokat. Azonban itt még nem álltak meg, hogy Ungvárra kihallgatásra áthozták őket, mert állítólag nem voltak megbízhatóak a magyar börtönök, hanem tovább Sri Herson Drohobics börtöneit kellett végigjárniuk, mielőtt hazatérhettük volna. Az a tényállás, miszerint a szovjet hatóságok nem tudtak a deportálásokról, megdőlni látszik, hiszen a dokumentumok egyértelműen bizonyítják azt, a levelezések, a feljegyzések, a kihallgatási jegyzőkönyvek, hogy ez a tény, ez a szomorú tény tényleg valós volt. A fehérgyarmati emlékezést az 56-os emlékműnél folytatták. Most úgy választottunk, hogy határ másik oldalánról egy történész kolléganőt, aki tényleg érdekes és érzelemelteli módon közvetítette számunkra azt, hogy mit is jelent 56 a mai kárpátaljai magyarság számára. Én úgy gondolom, hogy az üzenet az közös, az 56-os forradalom és szabadságharcban a magyar nép a szabadságát kereste, a magyar nép kezébe vette a sorsát, a magyar nép szembeszállt azzal az idegen erővel, amelyik rá akarta kényszeríteni az akaratát. Az emlékműnél minden tisztelgő elhelyezhette a kegyelet koszorúit.